Láthatóan még mindig érdeklődik Mázli az emberek iránt, noha mára már nincs szoros kapcsolatban velük a mindennapokban. Az Ukrajnából mentett oroszlánkölyök kifutót és hasonlókorú fajtársat is kapott az elmúlt hónapokban. Ma pedig már elégedetten élvezi a tavasz első napsugarait. Fokozatosan szoktattuk egymáshoz őket, először nyilván rácson keresztül ismerkedtek, aztán pedig már összeengedtük őket, és hatalmas lépés az az volt, hogy már ember társaságában ne kerüljenek. Tehát Mázlit most már azért 9,5 hónapos, nagyon szépen eljátszana a gondozóval, de azért elég komoly sérüléseket tudna okozni, és ugye az a hosszú távú célunk, hogyha megnő a két hölgy, hogy a nagy oroszlán csapatunknak a tagjává váljanak, hogy az idáig, amíg ők tinédzserek és növekednek, addig ebben a kifutóban fogják tölteni a mindennapjaikat. Mázli habitusa valószínűleg élete végéig más mintázatot mutat majd, mint a többi oroszláné, hiszen kutyák és emberek társaságában cseperedett. Az állatkerti gondozók azon igyekeznek, hogy a most már 9 hónapos oroszlán a fajtársaira fókuszáljon. Petró Zsuzsa arról is mesélt, hogyan telnek egy ilyen nagymacska mindennapjai. Alapvetően tinédzserkorban lévő állatok, tehát itt mindig zajlik az élet, vagy a fát kapargásznak, vagy egymással játszanak, vagy együtt sütkéreznek a napon, hiszen végre kisütött ugye a nap a húsvéti időszakban is, és van húzat, hogyha a takarmányról van szó, ugyanis naponta 5-6 kiló csirke húst esznek meg a hölgyek, de látszódik is, mert gyönyörű, egészséges bundájuk van és jó fizikumú állatok. A háborús övezetből érkezett kis oroszlán a felnőtté válás talán nem is annyira rögös útjára lépett. Mivel a nyíregyházi állatpark gondozói nagy szakértelemmel és odaadással egyengetik az útját a jövőben is.